szentelésre hozták a hívek gyertyáikat a Kármelbe. Urunk bemutatásának, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének hagyományos eleme a gyertyaszentelés. Alázatosan kérjük, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Mezei András plébános az áldás során azt kérte, akik ezek mellett a gyertyák mellett imádkoznak, maradjanak erősek hitükben. A gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe, egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus szimbólumává vált. Magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. A gyertya a keresztény híveket végigkíséri egész életük során. Amikor meglettünk keresztelve, akkor gyertyát kaptunk, a húsvéti gyertyáról gyújtották meg, és ezáltal Isten gyermekei és a mennyország örökös tagjaivá váltunk, és ez a gyertya elkísér bennünket, akár elsáldozás, bérmálás, házasságkötés, ha valaki beteg, betegekente, és nem utolsó sorban a ravatalnál is ott van a gyertya. Tehát ez egy keresztény megvilágosodás, az ember befogadja az életébe az üdvözítőt, a világ világosságát, a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Jézus bemutatásának ünnepén körmenetet is tartottak. Ennek során a hívek kinyilvánítják, hogy számukra milyen fontos Krisztus világossága. A körmenet során a gyertyákat kézben tartva jelképesen Krisztust hordozzák magukkal az emberek. Karácsony ünnepkört bezárólag 40 nap telt el. Prédikációjában András atya arról beszélt, hogy Mária és József eleget téve a mózesi törvényeknek születése után 40 nappal bemutatta Jézust a templomban. Ekkor az Ag Simeon felismerte a gyermekben az üdvösség hozóját. A plébános hangsúlyozta, fontos, hogy befogadjuk szívünkbe a világosságot. Milyen jó lenne, hogy a mai társadalmunk és a mindenkori társadalom a világosság útján járna. És ez a világosság nem az, ami reflektorfény, nem az a világosság, ami éjszaka jön az autó és reflektorral megvakít, hanem az a világosság, ami belülről jön. Az a világosság, amelyet a gyertya szimbolizál. A viasz maga a test, Krisztus teste, és a kanóc, az ő tanítása és az eszenciája, a fény, a tűz, a láng. A plébános hozzátette, ahogy a gyertya elég, úgy áldozza fel magát Jézus. Mezei András arra kérte a megjelenteket, hogy gondolkodjanak el, hogy mennyire vagyunk a fény és Krisztus hordozói.